Szóval én Lövétét már még gimnazista koromban kezdtem megismerni. Rengeteg lövétei lány szolgált Kolozsváron. És feltűnt nekem a viseletük elsősorban. És hogy elmondjam, hogy lövétei viselet hatással volt a boncidaira. Mert a boncidai lányok, a lövétei lányoktól vették át azokat a kék surcokat. Csak ott viselnek a környéken ezeket a rakott kötényeket. Meglátták Kolozsváron, megszerették, és megcsináltatták maguknak. Na most lövétén én legelőször a telakodalmatban voltam. Hát nagy élmény volt, már csak azért is, mert viseletes lakodalom volt. Sokan voltak viseletben a násznép közül is. Csináltam egy jó néhány szép diát, és akkor láttam egy nagyon szép szőttest is, nem tudom már kinél voltunk egy asszonynál, mert kék szőttest is láttam, szerettem volna egyet megkaparintani, de nem sikerült. Nem akart eladni az asszony. Na most nagy öröm az, hogy sikerült összehozni ezt a tájházat. Akkor megnéztünk egy néhány szép tékhát a faluba. Hát elvinni úgyse tudtuk volna, nem is ott szándékomban akkor megvenni, mert busszal jöttünk akkor mi alkodalomba. De szerencsére egy néhányat itt meg tudtak menteni a múzeum részére. Ládát meg, tékát. Sajnos sokat elhordtak a faluba, odaadták a falusiak. Úgyhogy amit csak lett, meg kell kaparintani. Na most én ígérem, hogy egy néhány bokáit majd ajándékozok a múzeumnak. Megnézem, hogy mi van nekem udvarhelyi, mert itt az volt meg inkább udvarhelyi bokájuk biztosan. Esetleg a barcaságból is eljutottak idáig, de hát ha nem tudja, nem arra se tudja mi volt. Mert valószínűleg kiment divatból a fogas, és vagy összetörték, vagy kidobták, vagy összegyűjtötték, ha gyűjtök és továbbadták. Sajnos. A lövétei zenét Viká Lászlónak a 62-es gyűjtéseiből ismertem meg. Az akkori felvételekből sokat hallottam. És tulajdonképpen most a mi feladatunk az, hogy azokat a felvételeket visszaadni lövétének, illetve a lövéteieknek, hogy ismerjék meg, és értessék tovább. Mert azok közül már jó pár ének mára már szinte eltűnt, vagy már nem tudják. Tehát most már részben még felgyűjteni azt, amit még meg lehet találni, és visszatanulni az öregeknek az énekeit. Hát azért én nem számítottam, hogy ilyen gazdag a vallásos anyag, mert Domokoson voltunk, és bizony, mit mondjak, még sokkal kevesebb anyag. Hát egy polgáros után vidék mindenki. Érdekes módon pedig Csík az konzervatívabbnak mondhatná. Tehát a szakirodalomból én úgy ismerem, mint egy konzervatív. Melyik része? Hát a Fercsík. Fercsík. Ott voltunk Domokoson. A Fercsík. Igen. Főleg a ferences korosztónak köszönhetően, ugye mert nagyon jól tudjuk, hogy mennyire nagy szerepe volt ugye a katolicizmus megmaradásában ezen a vidéken, mint a régi énekek, a kajami énekeknek a terjesztésébe, és én ezen nagyon csodálkozok, hogy a Fercsiki faluba talán nem volt. Szóval az a kevesebb volt. Ami erről került, viszont nagyon szép volt. Viszont itt nem ez azért attól is függhet, hogy tudod, ilyen mit kell jövök itt én az apokrif imákat. De itt nem is kérdeztünk rá. De én kérdeztem. Például az is megvan az Zoli bácsinak a kötetéből, a Csángó kötetből, amelyik az ő borítóval, abból olvastam. Én lefekszem. Azt tudják én? Hogyne. Nekem meg is van írva. Csak nincs idő, hogy elmenjük minden meleg asszony, akit én ismerek a faluba, mert nagyon sokan. De neked van idő. Nekem van idő, hogy elmenjek. Vagy muszáj legyen időm, hogy elmenjek, mert és csodálkoztam azon, hogy itt nem járnak karácsonykor kántálni. Régen volt. Régen kántálni, hogy nem. De volt. Régen volt kántálni. Nem csak a magyarok jártak, hanem a cigányok is. Na, a cigányokat kéne meg. És a cigányoknak van egy nagyon jó versik. Mondókájuk kell. És biztos énekük is van. Biztos. De a maga mondók az rá van írva a tárlóban, meg is jelent a múlt karácsonyi számban lőtek ki az újságunkban. Még a 70-es években, amikor az Zoli bácsit megismertem, akkor kezdtem ezekkel foglalkozni.
hozni gyűjteni, és a kántáló éneket akkor gyűjtöttem le, cigányoktól. Na jó, de én arra gondolok, hogy mondjuk énekorán műléteid, gyerekjátékok. Ez nem ott zajlik le, mert ennek nem van külön a terepe, ugyanis végén egy táncsoport, a Kápilák Egyesület. De oda nem jár minden gyerek. De igen, 100 gyerekkel foglalkoznak, első osztálytól egészen nyolcadikos korig, és ezek a gyerekek nagyon aktívan részt vesznek ezeken a rendezvényeken. Próbálnak minden régi kottát megszerezni, visszatanulni a műveléteit, ezek a kottát. Thank you.